reggeli füstjelek. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai reggelen is, és ahogy az elmúlt alkalommal is, most is itt vagyunk a fák között, és a fákról gondolkodunk, próbálunk a fák életéből tanulni, hogy idéztük Nemes Nagy Ágnes versét, tanulni kell a téli fákat, ahogy talpig zuzmarásak, mozdíthatatlan függönyök. A vers kicsit elvont, és visszatérünk a Biblia világába, hogy Jézus is sokat beszélt a fákról, meg a növényekről, hogy az Isten országát valahogy megértesse a tanítványaival és mindenkivel. És ahogy itt sétáltam a parkban, itt megláttam egy fát, ahogy itt a tavaszi nagy viharok közben kifordult a gyökere, szinte egy kidőlt a fa a nagy vihar következtében. A gyökérzetét kiszakította a földből, és bizony már nem tudott szegény zöldet hajtani, szinte meghalt, elpusztult ez a fa, mert a szélvihar kifordította ott a földből a gyökerét. És elgondolkodtam azon, hogy a gyökérnek milyen óriási szerepe van az életünkben. És mit jelent, hogy a gyökerezni ebbe az életbe. A Biblia is beszél a gyökérről több formában, szimbólumként, hogy a gyökérnek milyen nagy jelentősége van, hogy mi gyökérből éljünk, és a gyökér éljen, hogy a fa aztán teljes pompájában élhessen és virágozzon. Az első, ami eszünkbe juthat, Jézus mint gyökér jelkép, Jézus mint gyökérként jelképezte Ézsaiás próféta 53. fejezetében, hogy Jézus is olyan volt, mint gyökér a száraz földből. Volt gyökér, Jézus gyökér volt, de a száraz földből is ki tudott nőni. Felnőtt, mint egy vesszőszál, ő előtte folytatódik az ige, hogy a száraz földből is, de ha a gyökér megvan, képes növekedni és termést hozni. Más példázatban Jézus beszélt azokról a növényekről, hogy a magot elveti a gazda, és aztán az egyik gyorsan elhal a pusztában, a köves talajon, vagyis a földbe esett útszéli talajon, a másik a tövisek közé esik, aztán ő is elpusztul előbb-utóbb. És ami a köves talajra esett, az pedig azért pusztult el hamar, mert nem volt mély gyökere a földben. És amikor jöttek a viharok, jött a nagy természeti csapás egyik a másik után, mivel nem volt gyökere a földben annak a magnak, elpusztult és nem hozhatott termést. A Biblia szerint tehát a gyökérzetbe kell ágyazódnunk mélyen, gyökeret kell vernünk, de hogy a gyökér hasonlatnál maradjunk, ugye azt mondja a Kolossi levélben Pál apostol, hogy ha Jézus a gyökér, akkor azt is hozzáteszi a második fejezetben, hogy vegyétek a Krisztust, amiképpen vettétek a Krisztust, úgy járjatok ő benne, gyökeret eresztve és tovább növekedve. És utoljára a gyökérről eszünkbe juthat még egy Biblia vers is, amit maga Pál apostol mondott, hogy Jézus lakozzon hitáltal a ti szívetekbe, a szeretetben meggyökerezve, és tovább növekedve, hogy megismerjétek az Isten szeretetének mélységét, magasságát, hosszúságát és szélességét, és beteljesedhessetek az Istennek egész teljességéig. Vagyis, hogy ne járjunk úgy, mint ez a fa, hogy kidőlt, és a gyökér kilazult a földből, és elpusztult, nekünk is szükséges gyökeret eresztenünk Krisztusba minél mélyebben, hogy bennünket semmi ne dönthessen ki. Semmilyen próba, nehézség, megpróbáltatás, külső körülmény ne tudjon kikezdeni minket, hogy aztán mi is
elpusztulhassunk és elszáradhasson az életünk. Köszönöm, hogy meghallgattatok.